szakmai tanévnyitó konferencia. Az idei tanév fontos feladatait, változásait összegezték a vármegyei pedagógusoknak. Családi összejövetel. A világ minden tájáról érkeztek kálai leszármazottak a háromnapos családi világtalálkozóra. Fényes napok, látványos felvonulással, kulturális programokkal várták a látogatókat Máté Szalkám. Teljesítményértékelés, egységes továbbképzési rendszer, új feladatok. Számos változás érinti az idei tanévben a pedagógusokat. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A legfontosabb információkat a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szakmai tanévnyitó konferencián foglalták össze a térségben dolgozó pedagógusoknak. Az országos programsorozatot 10. alkalommal szervezte meg az Oktatási Hivatal, a Belügyminisztérium és a Klebelsberg központ részvételével. A Kántémusz kórus műsora nyitotta meg az idei vármegyei szakmai tanévnyitó konferenciát a Nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskolában. Az eseményt 10. alkalommal szervezte meg az Oktatási Hivatal, a Belügyminisztérium és a Klebelsberg központ részvételével. Az ország összes vármegyéjében tartanak ilyen szakmai konferenciát. A rendezvény célja, hogy összegezzék az adott tanévhez kapcsolódó feladatokat és jogszabályi változásokat a szakképzésben és a köznevelésben dolgozók számára. A pedagógusokat, intézményvezetőket Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere is köszöntötte, aki elmondta, az önkormányzat gazdaságfejlesztési törekvései a vármegye oktatási feladataira is hatással vannak. Ez a legnagyobb kihívás szerintem, és ez már itt kopog az ajtónkon, hogy ez a sok munkahely, 5-6 ezer munkahely várható, és azért is jó, hogyha nem csak nyíregyházi iskolavezetők hallják ezt, mert ennek a 5-6 ezer munkahelynek a felét a megyéből fogják betölteni, mert hogy a nyíregyházi jelenleg működő nagy foglalkoztatók dolgozói körének is kb. A fele csak nyíregyházi. A tanévnyitó konferencián részt vett Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár, aki előadásában a legfontosabb tanévet érintő változásokról beszélt. Jelentős változás ebben a tanévben, ugye előző évben tavaly fogadta a kormányzat az új pedagógus életpályáról szóló törvényt, ami rögzítette azt, hogy a 25 nyarán, tehát ennek a most kezdődő tanévnek a végén, 24-25-ös tanév végén indul el először élesben az a teljesítményértékelés, aminek az első lépcsőjében ugye most vagyunk, hiszen a tanév kezdetén rögzíteni kell minden pedagógusnak 3 egyéni teljesítménycélt, illetve a fenntartók pedig az intézmények vezetői, az igazgatói számára rögzítenek 4 teljesítménycélt, tehát mostantól, 2025-től évente minden vezető, illetve minden pedagógus is egy éves teljesítményértékelésnek lesz majd a része. Ez változtatja a bérüket, illetve teljesen világosra és transzparenssé teszi azt, hogy a vezetők azok mit várnak, milyen területen remélik az adott kollégának, vagy az adott vezetőnek a teljesítmény javulását. Ettől azt várjuk, hogy a rendszer egészének a teljesítménye javuljon. Ebben a tanévben béremelésre is számíthatnak a pedagógusok, amely országosan mintegy 160 ezer a szakképzésben és a köznevelésben dolgozó szakembert érint. A bérfejlesztés egy részén túl vagyunk, hiszen idén január 1-től egy 32%-os béremelés valósult meg a magyar köznevelésben, így a célt, amit a kormányzat, az Európai Bizottsága közösen vállalt, hogy idén elérjék a diplomás átlagbérek 71,8%-át a pedagógus átlagbérek, ezt megvalósítottuk. A jövő évi vállalásunk az, hogy ezt 80%-os mértékre emeljük. Ez azt jelenti, hogy 820 ezer forintos pedagógus átlagbért kell elérjünk a tervek szerint január 1-ével. Ehhez egy mintegy 21%-os újabb béremelés szükséges, ami január 1-től valósul majd meg. Fontos változás az is, hogy 2025-től egységes, online platformon működő továbbképzési rendszert vezetnek be. Idén először a járművezetői engedélyhez szükséges alapismeretek oktatásának szervezése, számonkérése is a köznevelési feladatok között szerepel. De ezt a tanévet érinti a tiltott tárgyak köréről szóló rendelet is. A jogszabály pontosan meghatározza azt, hogy milyen eszközöket tilos bevinni az iskolába, valamint korlátozza intézményen belül az okos eszközök használatát is.
Betörő bandát számoltak fel a hajdúbihari és a szabolcsi rendőrök. Az elkövetők Kelet-Magyarország több településén, főleg telephelyekről, önkormányzati épületekből loptak vagy próbáltak meglopni. Utóbbi helyszíneken leginkább pénzt kerestek, a telephelyekről azonban minden értéket, gépeket, szerszámokat, fémtárgyakat próbáltak elvinni. Volt olyan vállalkozó, akit egy este alatt 23 millió forinttal károsítottak meg. A hajdúbihari és a szabolcsi bűnügyesek egy nagyszabású akciót szerveztek a banda tagjainak elfogására. A rajtaütéseken 7 fülöpi férfit fogtak el, közülük 5-öt Debrecenben, még 2 társukat Nyíregyházán vettek őrizetbe a nyomozók. A bíróság elrendelte mindannyiuk letartóztatását. A debreceni rendőrkapitányság 10 rendbeli betöréses lopás vagy annak kísérlete miatt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság pedig 5 rendbeli lopás miatt indított nyomozást. Azt is vizsgálják, hogy az elkövetői kör kapcsolatba hozható-e korábban elkövetett hasonló bűncselekményekkel. Nyíregyházán rendezték meg a Kállai Világ találkozót augusztus 23 és 25-e között. A család tagjai legutóbb 2000-ben gyűltek össze. A mostani rendezvény keretében konferencián emlékeztek meg a kállaiak magyar történelemben betöltött szerepéről. A résztvevők a család temetkezési helyére a kálósemjéni kállai kúriába is ellátogattak. Néptáncosok nyitották meg a Kállai Világ Találkozó történelmi konferenciáját a Váci Mihály Kulturális Központban. Kállai Kristóf elmondása szerint a hasonló családi találkozók más jelleggel ugyan, de már a 16. században is részét képezték a családi életnek. Régen a teljes család birtokrendszere egységes egészet képezett, amit a családüléseken osztottak szét a családi egységek között, és akkor azon gazdálkodtak éveken keresztül, majd időről időre egy újabb családülésen ezek az egységek között cserék is létrejöttek, és ki más földet kapott. Van olyan történet is, ami szerint egyes feleségek ragaszkodtak a meglévő földbirtokhoz, így akkor feleség és birtok cserére is sor került, de ezt írásos bizonyíték nem erősíti meg, de sztorinak szerintem mindenképpen jó. Nem tervezünk most sem birtok cserét, lévén, hogy 45 után ezeket az akkori kommunista rendszer elvette tőlünk, és remélhetőleg feleségcserékre sem kerül sor a mai rendezvényünkön. A legutolsó családi találkozóra 2000-ben került sor Nyíregyházán. A konferencián a Kállai család életéről, leszármazottairól hallgathattak meg előadásokat az érdeklődők. Ennyi idő alatt, ugye 24 évvel ezelőtt 2000-ben, millenium évben tartottuk a legutolsó ilyen családüléseket, akkor Nyíregyháza a megyeszékházban hangzottak el különböző előadások. Akkor még Kristóf nagybátyám, a család, akkori családfő védnöksége alatt szerveztük azt az emlékülést. Jó páran azóta elhunytak. Ami itt érdekes lesz, hogy a családnak van egy horvát országi ága is. Ők a II. Rákóczi Ferenc féle szabadságharc idején került ki az ősük Horvátországba, mindmáig megtartották a családi címert, a kapcsolatunk megvolt velük akkor is, viszont most szintén el fog hangzani egy előadás az ő történetükről Holmár Zoltán úr tolmácsolásában. A konferencián köszöntötte a megjelenteket Panyi Miklós parlamenti és stratégiai államtitkár is. Mondandójában kiemelte a Kállai család történelmi jelentőségét, és kitért a jelenkor kihívásaira. Tisztelt egybegyűltek, tisztelt kállaiak! Egy, a magyar nemzet szolgálatát elkötelezetten viselő ősi magyar történelmi család, de a kapcsolatos konferencián fontosnak tartok beszélni a jelenkor nehézségeiről és feladatairól is. A rendszerváltás után több mint 3 évtizeddel olyan kihívásokkal teli korban élünk, amire azt gondolom az utókor is joggal aggatja majd rá a történelmi jelzőt. Talán az önök utódai egy ilyen konferencia keretében. A következő évtizedekben ugyanis eldől Európa sorsa, nem feltétlenül katonai vagy politikai értelemben, hanem civilizációs értelemben. Eldől, hogy Európát képesek vagyunk-e megőrizni keresztény alapjain. Eldől, hogy Közép-Európa képes lesz-e megvédeni magát az őt bedarálni akaró birodalmi és globális erőkkel szemben, képes lesz-e megvédeni szuverenitását.
A háromnapos találkozó utolsó állomása Kálósemjén volt, ahol egy koszorúzást és szentmisét követően teret engedtek a kötetlen családi beszélgetéseknek. 600 forint alá csökkent a benzin átlagára, a holtankoljak.hu közlése szerint folytatódik az üzemanyagárak csökkenése. A múlt heti jelentős áresés után ismét olcsóbb lett a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Előbbi bruttó 4 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 2 forinttal csökkent. Ha a változás a kiskereskedelmi árakban is megjelenik, akkor a 95-ös benzin már 595, a gázolaj pedig 601 forint per liter áron is elérhető lesz a kutakon. Ünnepélyes tűzgyújtás, látványos felvonulás, több ezres tömeget mozgatott meg idén is a Máté Szalkai Fényes Napok rendezvénysorozat. A kulturális program kavalkádot augusztus 23-án és 24-én rendezték meg a Szatmári városban. Életre kelt a mécses tartó fiú szobra Máté Szalkán. A város jelképévé vált alkotás minden évben a Fényes Napok keretében elevenedik meg. A fiú jellegzetes fény és hanghatások közepette a mindenkori városvezetőnek adja át a kezében tartott mécsest. Az 1988-ban felavatott szobor Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és annak emlékére állíttatta az akkori önkormányzat, hogy az 1800-as évek végén az országban először ebben az utcában gyulladt fel az elektromos közvilágítás. A Fényes Napok minden Máté Szalkai egyik kedvenc ünnepe, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 1888-ban a mai Magyarország területén először itt, ahol állok, a Kossuth utcán kigyulladt a közvilágítás fénye. 5 évvel megelőztük ezzel a technika történeti világszenzációval Budapestet, és ez egy időben történt New Yorkkal. Úgyhogy azt gondolom, van mire büszkének lennünk. Itt pedig már útra kelt a tömeg. A fényes felvonuláson több ezren világító eszközökkel a kezükben maséroztak végig a városon. A kétnapos rendezvénysorozat alatt számos kulturális programot kínáltak a közönségnek. Olyan magas színvonalú kulturális kavalkádot állítottunk össze, és állítunk össze évek óta a kollégáimmal együtt, amelyre azt mondhatja minden kultúra szerető, hogy megtalálja benne a saját számítását. Vannak itt kiállítások is, több kiállítás is, most is például Munkácsi díjas festő kiállítása nyílik meg. Olyan együtteseket, zenekarokat hívunk, amelyek nem playback vagy fél playback műsorokkal kedveskednek az itt élőknek. De gólyalábas formációtól kezdve ezer más dologgal várjuk ezen a két napon nem csak a Máté Szalkaiakat, hanem az ide látogatókat is. A Máté Szalkai Fényes Napok rendezvénysorozatát több mint 20 évvel ezelőtt, 2003-ban szervezték meg először. Közeleg a szezonzárás Sóstón. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT közleménye szerint a Nyíregyházi Parkfürdő szeptember 1-jéig vasárnapig fogadja a vendégeket teljes kapacitással. Az Aquarius élményfürdő valamennyi szolgáltatása változatlanul igénybe vehető szeptember 2-ától, a tófürdő pedig szeptember 10-jéig látogatható. Koncertek, tűzzsonglőrök, bábszínház, számos programot kínált hétfőn is a Vidor Fesztivál. A színházi előadások többek között a Rózsák háborúja mellett a Kossuth téren a Várudvari Nyári Színház és a Csiki Gergely Színház közös produkcióját, az Edda musicalt láthatta a közönség. Warren Adler, a Rózsák háborúja című fekete komédiájának főszereplői, a rózházas pár 25 év után elválik. Egymásról le tudnak mondani, de a közös otthonukról nem. Elszánt harcba kezdenek a házért, és a legdurvább eszközöktől sem riadnak vissza, hogy legyőzzék egymást. Miközben a tét látszólag az, kié lesz a házaspár valójában egymás teljes anyagi és fizikai megsemmisítésén fáradozik. Az előadás az Azonos című film színpadi változata. A darab rendezője Csibi Gergely, aki ifjúkora ellenére már harmadszor ült a rendezői székbe. Több színdarabot is átolvastam.
ugye olyan szempontokat kellett figyelembe venni, meg voltak már a színészek a fejünkben, hogy kikre szeretnénk darabot találni, és nagyon sok mindent átolvastunk, és akkor a producerekkel együtt, ugye az Attilaikkal együtt leültünk, és akkor átbeszéltük, hogy mi lenne a jó. Nyilván olyat próbáltunk találni, ami a piacon eladható, de a színészeknek is egy nagyon jó feladat, és nem csak egy üres nevettető előadás, hanem nagyon szóljon valamiről. Igyekszem mindig olyan darabokat választani, aminek nagyon erősen van egy üzenete. Ez ugye ez egy válás, ez 25 év házasságnak a története sűrítve, egy válási folyamat, és arra gondoltam, hogy akkor ez jó játék lehet a színészeknek is. A feleség Barbara Rose szerepében Györgyi Anna lépett színpadra. Szeretne egy üzletet nyitni, egy ilyen főzéssel kapcsolatos, és be is indul neki, de valahogy mindig negligálja a férje, és úgy tulajdonképpen nem azt mondom, hogy lenézi, de nem hisz abba, hogy ebből lesz valami, és hát 25 év házasság után a nőnek ebből elég lesz, és szeretné, hogy elváljanak, és hogy az övé maradjon ez a ház. Tulajdonképpen a házon indul el a dráma, a bonyodalom, a konfliktus. A férjet, Jonathant, Serez Zoltán alakította. A színművész szerint számos olyan pontja van az előadásnak, amelyben sokan magukra ismerhetnek. Egy jó szituált családról van szó, és más szinteken zajlanak azért itt a konfliktusok, és nyilvánvaló, hogy egy ilyen válási procedúrában azért más pénzről is van szó. De ez azon múlik, hogy az Annával mi hogy tudunk együttműködni, hogyha megvan köztünk az együttműködés, ha megvan a jó kémia, akkor én is tudom ezt szeretni. Hogyha a próba folyamatban bármilyen nehézség adódik, ami inkább fogcsikorgatva megoldás, akkor meg mindegy, hogy nagyon jó-e a szerep vagy sem, mert két embernél ezen múlik, hogy ők hogy tudnak együttműködni. És akkor lehet minden szerepet szeretni. A Vidor Fesztivál a színházi előadások mellett számos programot kínál. A legkisebbeket minden délután bábelőadások várják a Vidor kertben, ahol éjszakánként zenekarok és DJ-k szórakoztatják a felnőtteket. Közös megállapodást írt alá a Sunshine FM és a Móricz Zsigmond Színház. A rádió és a Vidor Fesztivál is idén ünnepli 23. születésnapját. Nyíregyháza belvárosában a Kossuth téren felállított nagyszínpad és a Vidor kert ad helyet a rendezvénynek. A születésnappal a rádió életében lezárul egy korszak, hiszen várhatóan november elején Nyíregyháza után már Debrecenben is hallható lesz a Sunshine Rádió. Most a Vidor Fesztivál nagy színpadán lesz a Sunshine születésnap, a birthday party, és ezt követően a Vidor kertben a Sunshine kis színpadon lesz az after party, úgyhogy megosztottam most két helyszínen egyszerre, és még a Vidor Fesztivállal együttműködve soha nem volt ilyen nagy kaliberi a születésnap, a nagy volumenű, úgyhogy most több fellépővel, Tibia hegyről, Cosmix és Gáspár Laci is majd a nagy színpadon áll, illetve a Vidor kertben DJ-k teszik színessé a programot és az estét. Az együttműködés pedig egy kiszélesített stratégiai megállapodás, hiszen eddig is volt együttműködés a Móricz Zsigmond Színház és a Sunshine FM között, úgyhogy ez most egy még sokrétűbb, még teljesebb megállapodás lesz. A tavalyi évhez hasonlóan ismét lesz Biri Újfehértó mérkőzés a labdarúgó Magyar Kupában. Hétfőn elkészítették a labdarúgó Magyar Kupa 2025-26-os idényre Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei második körének sorsolását. A legjobb 8 közé jutásért szeptember 4-én lépnek pályára a csapatok. 28 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyebeli együttes nevezett a sorozatra, amelynek első körében 4 csapatot kiemeltek. Hozzájuk csatlakozott az első körből továbbjutott 12 együttes. Az MLS vármegyei igazgatóságán megtartották a sorsolást, a legjobb 8 közé jutásért szeptember 4-én játszanak a csapatok. Azért ragaszkodunk minden évben a 16-os mezőnyhöz, mert ebből tudjuk kialakítani az országos főtáblára jutók létszámát, így abban reménykedünk, hogy a tavalyi 6 csapatra ismételten lesz lehetőségünk, és így a most továbbjutó 8 csapat következő fordulót még lejátsza, akkor, ha 6 csapatot kapunk, a 4 továbbjutó, ez évben 4 továbbjutó már biztos főtáblás lesz, és a 4 vesztes csapatból pedig újra sorsolás után ki fog kerülni esetleg az a 2.
reméljük, ha nem, akkor pedig majd kitaláljuk, hogy milyen rendszerben. Mi megrendezzük minden évben a vármegyei döntőt, ebben az évben Tarpa-Újfehértó mérkőzés volt, reméljük, hogy a következő évben is végig tudjuk csinálni a kupát. Az, hogy hol lesz pontosan, nem lehet kijelenteni. A kisvárdai pályát már két alkalommal igénybe vettük, meglátjuk, hogy következő évben melyik jó pályát tudjuk erre a célra felhasználni. A Bili tavaly a Tiszaszalkát verte ki az első körben, majd az Újfehértót kapta meg. Most ugyanez volt a forgatókönyv. A Bili egyébként Újfehértón játssza hazai bajnoki mérkőzéseit. Idegenbe kezdtünk, ugyanúgy, mint tavaly Tiszaszalka ellen. Hát a győzelmünkhöz most nem fért kétség. Egy sima 3-0-ás győzelmet sikerült idegenben aratni. Ugye az Újfehérte az már szintén egy keményebb falat lesz. Nyilván magasabb osztályban vannak. Más célokért, de megpróbálunk egy jó mérkőzést játszani velük. Aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Csak akkor lesz esély, hogyha a fiúk nagyon fegyelmezettek lesznek. Nem csak a védelem, hanem csapatvédekezésben mindenki oda teszi magát, és azzal a kevés eséllyel, ami lesz, azzal élünk. Mert ha azzal nem fogunk élni, akkor nem lesz esélyünk. Közben már valamennyi osztályban és csoportban elindult a pontvadászat a vármegyében. Mint Vaka Árpád igazgató elmondta, a rajt nem volt zökkenőmentes. Pont a megye 2, megye 3-as bajnoki rejtől őt 3 nappal egy megye 2-es csapat, a Nyíri Ibrony visszalépett a felnőtt és ifi csapatával a bajnokságtól, rá egy napra pedig a Geszteríd, a szintén megye 2. osztályú csapat, a felnőtt csapatával visszalépett a bajnokságtól, annyi, hogy ő az ifi csapatával szeretné folytatni a pontvadászatot. Ez azt jelenti, hogy hiába írtuk ki, hogy a 3x14 csapatos csoportokra a megye 2. osztályú bajnokságunkat, mind a 3 csoportban már csak 13 csapat szerepel. A Magyar Labdarúgó Szövetség 2011 óta azért a versenyeztetési díjak 90%-át átvállalja a csapatoktól, emellett vannak különböző TAO pályázati lehetőségek, ennél többet azt hiszem az MLS nem tud megtenni, és ennek ellenére is sajnos vannak így egyesületek, hogy nem tudják folytatni a bajnokságot. A felnőttekkel párhuzamosan elindultak az ifjúsági bajnokságok is. Az U16-osoknál és az U14-eseknél pedig a jövő hét végén kezdődik a pontvadászat. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Szakmai tanévnyitó konferenciát tartottak Nyíregyházán. Az országos program sorozatot az Oktatási Hivatal, a Belügyminisztérium és a Klebelsberg központ részvételével szervezi minden évben. A rendezvény célja, hogy a köznevelésben és a szakképzésben dolgozó pedagógusokat, intézményvezetőket a tanévet érintő feladatokról, jogszabályi változásokról tájékoztassák. A világ minden tájáról érkeztek kálai leszármazottak a 3 napos családi világtalálkozóra. Kálai Kristóf és Kálai Helén szervező munkájára köszönhetően legutóbb 2000-ben gyűlhettek össze a családtagjai. Az idei találkozót augusztus 23 és 25-e között Nyíregyházán rendezték meg. Több ezres tömeg vonult fel idén is a Mátészalkai fényes napokon. A program sorozatot 2003-ban rendezték meg először a városban, annak emlékére, hogy 1888-ban Magyarországon elsőként itt gyulladt fel a közvilágítás. A 2 napos eseményen többek között koncertekkel, kiállításokkal, gyermekprogramokkal várták a közönséget. Augusztus 27-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, szerda este ismét jelentkezünk majd a vármegye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Folytatódik a tomboló hőség szerdán is. Az egész ország területén szinte zavartalan lesz a napsütés, csak a nyugati délnyugati megyékben lehet délutántól záporokra, zivatarokra számítani. Az Alföld keleti felén élénkülhet meg az északkeleti szél. A hőmérsékleti csúcsok 30 és 35 fok között alakulnak.